Ünnepélyes keretek között adták át szerdán a megyei önkormányzat díjait és kitüntető címeit. A megyeháza dísztermében rendezett eseményt ezúttal is hagyományőrző műsorok, táncok színesítették. A magyar nemzetben a jászokkal és a kunokkal mindig felül tudott kerekedni a történelem megpróbáltatásain. A veszteségeket követően újra és újra talpra álltunk. Államiságunkban pedig megmaradtunk, utalt az augusztus 20-i nemzeti ünnepünk jelentőségére megnyitó beszédében a megyei közgyűlés elnöke. Huba Imre felidézte, az elmúlt évi díjátadó ünnepségen kénytelenek voltak szűk körben ünnepelni, most azonban már szabadon köszönhetik azokat a kiválóságokat, akik a megye gazdasági és társadalmi fejlődésében oroszlán részt vállalnak. Az idei évben átnyújtott elismerések különösen fontosak számunkra, hiszen államiságunk 1021. évében is Szent István királyunk korához hasonlóan emberpróbáló időket élünk. Küzdelmes másfél évet tudhatunk magunk mögött, ami alatt önök, az emberiség és a társadalmi berendezkedésünk alapjait fenyegető világjárvány idején soha egyetlen percesen tévesztették szem elől, hogy a valódi értékeket óvják, védjék, ahogy teszik ezt hosszú évek óta tudásuk legjobbát nyújtva. A rengeteg munka, tehetség és szorgalom megérett az elismerésre, és nekünk az önök Szent Istváni erényeire egyre nagyobb szükségünk lesz a jövőben is. Amikor az életünk és a gazdaságunk mellett közösen nap mint nap meg kell majd védenünk a keresztény államiságunk ezredéves vívmányait is, hiszen számunkra idegen erők próbálják felszaggatni a hagyományos értékrendünkből fakadó gyökereinket és a teremtés rendjével szemben álló globális ideológiákkal fenyegetik hazánkat, családjainkat és gyermekeink jövőjét egyaránt. István király célja a Kárpát-medence egységének megteremtése, egy erős, keresztény, gondoskodó magyar állam létrehozása volt, ám tudta, hogy egy népnek, mely saját törvényei és saját hagyományai szerint akar élni, szuverenitásáért folyamatosan meg kell küzdenie. Mindig is katonák voltunk, és annak is kell maradni. De a mai nap legyen az ünnepi, és mi itt, az Alföld szívében higgyünk az államiságunk vívmányait értető ünnepeink teremtő erejében. Ahogy abban is hiszünk, hogy a szuverén magyar állam által képviselt társadalmunk legkisebb egysége a férfi, a nő és a gyermek alkott a család, és a mi jövőnk, az ő jövőjük is egyben. Ahogy Szakonyi Károly, Kossuth és József Attila díjas író mondta, a család mindennek az alapja, és ahogy a családok élnek, úgy él a nemzet is. A magyar nemzet, benne a jászok és a kunok a történelem megpróbáltatásain mindig felül tudtak kerekedni. A veszteségeket követően újra és újra talpra tudtunk állni. Államiságunkban megmaradtunk, és ha időnként megfogyatkoztunk is, végül mindig megsokasodtunk. Országunk, megyénk és településeink vezetőinek munkája ezért is kell, hogy államalapító Szent István királyunk bölcsességén nyugodjon, mert felelősek vagyunk a ránk bízott közösségért, és az általunk meghozott döntésekért feléjük elszámolással tartozunk. Nehéz időkben Szent Királyunk álhatatosságát és szilárd elkötelezettségét kell örökül hívnunk, aminek köszönhetően több mint 1000 éve megállja a helyét a magyar állam Európa közepén. Ez a mi útunk, és erről az útról nem térhetünk le a jövőben sem. A megyeházán a díjátadó ünnepségem néhai Dobos László polgármester, Posztobusz Jászlánykon-Szolnok megyei díjban, a Kargó Kft. Jászlánykon-Szolnok megyei gazdasági díjban,
Karcagi Nagy Zoltán nótaénekes, Jászhajkon Szolnok megyei közművelődési díjban, a Kátai Gábor Kórház dolgozói Jászhajkon Szolnok megyei egészségügyi díjban, a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Idősek Otthona Jászhajkon Szolnok megyei szociális díjban. Domokos Gyula, a Jászhajkon Szolnok megyei kormányhivatal, Karcagi járási hivatal foglalkoztatási osztály osztályvezetője Jászhajkon Szolnok megyei önkormányzati és közigazgatási díjban. Cókoly Viktorián nyugalmazott tűzoltó őrnagy Jászhajkon Szolnok megyei rendészeti és közbiztonsági díjban részesültek, többek között a teljes díjazottak listája elérhető média felületeinken.